A készeléti rendőrség idei képző és iparművészeti kiállítása a harmadik a sorban. Már hagyomány, hogy a rendőrség napjához kapcsolódóan a KR-nél dolgozók és családtagjaik művészi alkotásait tárlat mutatja be. Ez idén sincsen másképp azzal a változással, hogy a KR nagy családjának alkotóin túl vendégkiállítóként bemutatkozhatnak a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársai is. A kiállítók alkotásai között festmények, grafikák, fotók mellett egyedi dísz és használati tárgyak, köztük karórák, ékszerek, sőt még táskák is megtalálhatóak. A kiállítást dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagy, a KR parancsnoka nyitotta meg. Mint elmondta, nagyon büszke arra, hogy a rendőrök és családtagjai között ennyi tehetséges művész van, akik munkájuk mellett hobbiukkal is kivívják az emberek elismerését. Örömét fejezte ki a tekintetben, hogy a rendőrmúzeum a készenléti rendőrséghez tartozva végzi áldozatos munkáját, időről időre megújulva, ugyanakkor a kora hagyományokat és a múltat tisztelve, az egykori rendőrlegendákat és relikviákat, valamint kiemelt eseményeket, ügyeket modern könt bemutatva. Majd elismerését fejezte ki a múzeum újranyitásának 25. évfordulója alkalmából. A jubileumi eseményen jelen voltak egykori rendőrvezetők, valamint a múzeum korábbi igazgatója is, dr. Sági Zoltán nyugalmazott rendőr -alezredes. Beszédében felidézte a negyed évszázaddal korábbi eseményeket és azokat az elképzeléseket, amik a múzeum újranyitását lehetővé tették. A rendőrmúzeum jelenleg igazgatója Kékiné Rozsnyai éva köszöntőjében méltatta az elődöket, valamint megköszönte, hogy ilyen sok kolléga és hozzátartozó ajánlott fel kiállítási darabokat. Elmondta, hogy a tárlat augusztus 20-áig tekinthető meg, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kiállítás augusztus 20-áig tekinthető meg a rendőrmúzeumban.